Sándor, magyarnak lenni részvevő. Magyarnak lenni, tudod mit jelent, magasba vágyva tenni egy jelent. Mosolyogva, mint a mél a őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borogni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami, sok százados dú, amelyet nem lehet sem elvitkolni, sem bevallani. Magányban élni, ahol 23-nak, 20 tündéreként föl-föl sírdogálnak, s szálaiból fájú képzelnek, fekete fény, fájkat szörögetnek, és bút és gyászt és sejtést egybeszőve ráterítik a titkos jövendőre. Rabudra húzni, idegenig át, álmodozva róla, büszke messzi cél, s meg-meg pihenve a múlt emlékinél, kerketni téged, csak a fadérvá. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz, részed. Eredj, ha tudsz, eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a szokorzat. Eredj, állj, mint a fecske délre, vagy éjszaknak, mint a vihar. Magasából a mérhetetlen égnek, kémleld a pontot, hogy fészek rakó vágyait kimondod. Eredj, ha tudsz. Mikor maradok én? Károba és sötéten, mint téli varjú a száraz legengén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de jól maradok. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz legengén, de jól maradok. Az Evegényi Szőnyi István Általános Iskola 6. osztályos tanulói mondott részleteket Sajó Sándor magyarnak lenni és Reményik Sándor Erejtetus című verséből. Felkérem dr. Ifja Blomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Civil Összefogás Fórum szóvívőjét, hogy mondja el megemlékező beszédét. Tisztelt polgármester asszony, főtisztelendő egyházi méltóságok, kedves megemlékezők! A hittanórán megtanulhattuk, hogy a Biblia az nem egy történelmi könyv, hanem egy biológia könyv, vagy éppen egy fizika könyv. Nem szorul ilyen jellegű értelmezésre. Mint ahogy meggyőződésem, hogy Trianon sem szorul semmiféle analízisre, elemzésre, egyszerűen egy fájdalom, gyász, egy tragédia a magyarság történetében. Mégis természetszerűleg a történészek, újságírók rendre hozzányúlnak a témához, ki ügyesebben, ki ügyetlenebbül, ki jó hiszeműen, ki rossz hiszeműen teszi ezt. Stefano Bottoni, olasz-magyar ezzel a kérdéssel foglalkozó történész úgy fogalmaz, hogy Mohács mellett Trianon a magyar történelem legsúlyosabb traumája, amelynek feldolgozása sok időt vesz igénybe szerintem. De az minden esetre tény, és azzal egyetérthetünk, hogy sok minden megszakadt a 19. században indult folyamatok közül, a modernizáció, a magyar társadalom polgárosodása, illetve a városfejlődés, az ipari és a kereskedelmi központok határon kívül kerülésével pedig a konjunktúra, a gazdasági fellendülés. Ugyanakkor vannak olyanok, akik más oldalról közelítik meg. Úgy szól például egy kanadai magyar hírlapban megjelent cikk, hogy az uniós elképzelések közelebb hozzák a szerteszakított közösségeket, mint bármilyen Trianon keserű. Amely jelenséggel írja alap, kapcsolatban egyre inkább az az érzése támad az embernek, hogy a keserbők jó része már azt sem tudja, mi felett keserek. Aztán egy másik történész, Ablonczi Balázs, Trianon bizniszről beszél az egyik balliberális portál értelmezése szerint, és ahogy ők írják, e bizniszre épített a portás politika. De vajon mit szólnának azok, akiket érint holokauszt? Hogy holokauszt kesergésről, vagy holokauszt bizniszről, vagy éppen gulák kesergésről, vagy gulák bizniszről esetleg
Hiroshima kesergésről vagy bizniszről, vagy pedig mondjuk iszlám üldözött keresztények bizniszéről vagy kesergéséről beszélni. Ugye, hogy mindenkinek a saját fájdalma elsődleges, és nem veszi jó néven, ha címkézik ezt a fájdalmat. Ráadásul azzal sem érthetünk egyet, hogy a föderális Európa meghozná azt a várva várt újraegyesítést, amit annyira reméltünk. Egyrészt pontosan látjuk a folyamatokat, hogy itt nem közösségépítésről, hanem centralizációról. Nem a magyar-magyar összehozásáról, hanem a birodalmi törekvések keretében való megosztásáról van szó. A V4-ek elleni támadás az egyértelműen jelzi, hogy nem általának beáldozni a magyar-magyar kapcsolatokat, hogyha a brüsszeli érdekek másképp diktálják. De arról is beszélnünk kell, hogy akik az Európai Egyesült Államokban hisznek, azok általában rossz szemmel tekintenek arra a folyamatra, amely a nemzetegyesítés. Itt van egy most az EP választásokon 4 mandátumot szerzett párt, akinek az első dolga az volt, hogy támadja a levélszavazatokat, és elsősorban a vajdasági magyarok szavazati jogát. Természetesen nem fogjuk engedni, hogy ezt elvegyék, és hálásan köszönjük a vajdasági magyar testvéreinknek, hogy részt vettek ebben a folyamatban, és azt külön köszönjük, hogy a nemzeti oldalt ilyen nagy arányban támogatták. Végezetül én is egy idézettel, egy Babits Mihály versészettel szeretnék önökhöz szólni. Hazám részlet. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat, enyhe domsor lankatag Magyarország. S az a róla túl már a nagy alföld. Szemhatártól, ahol a nap támad, röpülj lelkem, röpüld át hazámat. Szemhatártól szemhatárig, s újra, merre emléked, a halk selyempók vonja szálát, szállj a Rónán túlra. S át, hol állnak a bolond sorompók, s akármit ír a kard, a rögre, lankád mellől el ne bocsáss bércet, a hazád volt, az marad örökre. Azt mondhatom, kedves emlékező közönség, hogy Trianon miatt, aki gyászol, nem gyenge, hanem bátor. Őrizzük a lángot, és soha, de soha nem eresztjük el az álmot. Köszönöm szépen. Thank you.
következőkben pedig Támai Béla fog beszélni. Tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket, és mivel még nem érkezett meg az államtitkár úr, szeretném ismertetni és az itt megjelenteknek, hogy Trianon maga Zebegénynek mit is jelentett, és ennek következménye volt az, hogy ebben az országban először Zebegényben emlékeztek meg a Trianonról, és Zebegényben épült az ország egyik legszebb emlékhelye 1933-tól 38-ig a Kálvária hegyen. Nos, egy pár szót. Valószínű, hogy az itt lévők Zebegény történetét ismerik, és tudják azt, hogy 1681-ben Szobbal szembe, Vasaharcon a Szentszövetség csapatai megsemmisítő vereséget mértek a törökre, és amiért baromi nagy csönd van Tököli Imrére. Az elmenekült törökök Törökmezőn, tehát innen 3 kilométerre tábort vertek, és a Duna melletti településeket feldúlták, elnéptelenítették. Tehát nem véletlen az, hogy Szob verődsz ebbe a magyar közösségbe, 3 sváb település van, Kismaros, Nagymaros és Zebegény, mert 1681-ben elnéptelenítették a településeket. Az 1700-as évek közepetáján svábokat telepítettek be ezekbe a településekbe, településekre, Zebegénybe, Hirlingenből, Nagymarosról, Nagymaroson, Mainzből, Kismarosról nem tudom. Egy teljesen biztos, hogy ezek a betelepült svábok rendkívül szorgalmas emberek voltak, és mezőgazdasággal foglalkoztak, és 172 hold szőlő volt a területen, és mintegy 400 hold szántó. Az itteni gazdák ebből éltek, egyébként az, hogy szőlő, illetve hát bor termelés volt. Itt a kulacs mellett lehet látni a település családjainak, itt voltak a boros pincéi. Na most 1870-ben, amikor jött a szőlőjárvány, pernoszpóra lejárvány, a zebegényi emberek elszegényedtek, egyik napról a másikra az egész szőlőkultúra gyakorlatilag kipusztult. Na most a sors rendkívül nagy szerencséje volt, hogy abban az időben volt a nagy vasútépítési program, az Ipoly túloldalán lévő vasutakat akkor építették ki, és a vasúthoz a köveket, pedig a Szobi, többek között a Szobi bányából termelték ki, tehát a zebegényi megmaradt szláv családok, a gabulák, a cservenákok, az adamekok, azok jó részt bányába dolgoztak, a svábok pedig az akkor megindult Dunakeszi vagongyárba, és a másik része pedig a már megnyitó vasútvonalaknál dolgoztak. Na most, én arra emlékszem, hogy kisgyerek koromban nem volt vasárnapi ebéd, hogy ne hangozott volna el, mert az én nagyapám Nyitra mellett Dulóújfalun volt állomásfőnök, és Trianon után hazazavarták, mert ugye egy állomásfőnök az nem a faluba lakik, hanem az állomáson, az állomásfőnök épületébe, és én folyamatosan azt hallottam, hogy apa, emlékszel, amikor állomásfőnök voltál, mert amikor hazazavarták őt, akkor nem csak ő, hanem rengeteg vasutas került haza. Igen ám, de hát a vasútvonalak egyharmada volt csak Magyarországon, úgyhogy az öregem az itt Zebegénybe váltókezelő lett. Na most egy állomásfőnök, meg egy váltókezelés hatalmas visszalépés, és az itteni emberek úgy határoztak, hogy Trianonra emlékezni kell, és felkérték Maróti Gézát a Zebegényi Kálvária hegyen lévő emlékmű megépítésére.
ami egyébként szerintem ma az ország legszebb, ha nem az egyik legszebb emlékhelye. Igaz, hogy nem csak kimondottan Trianon, hanem az ezer éves keresztény Magyarország tragédiáinak emlékhelye, mert az országban egyedül a Kálvária melletti udvar, az az aradi vértanú kertje, és az országban egyedül van olyan, hogy mind a 13 aradi vértanúnak nem csak egy táblája, hanem jelképes kovácsolt vassírja van. A tér középen a Jézus fejjel, az az egyéb magyar tragédiák, tehát Mohi, Mohács és az egyéb magyar tragédiák emlékhelye, és a trianoni emlékhely előtti udvar az első világháborús zebegényi katona áldozatok kertje. 11 halottja volt az első világháborúban a zebegényieknek, és nagy örömömre szolgált, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt nevesítve lettek, tehát pontosan tudni, hogy melyik sír melyik családhoz tartozik. Na most ez a település a gyakorlatilag egy ilyen, és én kutya kötelességemnek tartottam, hogy nagyapámra és a ő barátaira, hozzátartozóira való emlékezéssel megcsináljuk a trianoni megemlékezést, és meg kell, hogy mondjam, én ma a Hegyvidék Trianon Társaságnak vagyok az elnöke, de valamikor itt Zebegényben, a Kálvária hegyen, igen, az emlékezést én indítottam el. Na most megérkezett az államtitkár úr, nem tartom itt a többieket, ha egy kis történelmi bepillantást tudtam nyújtani Zebegényről és a zebegényi emlékezésről, akkor ezt nagyon nagy köszönettel veszem. Most felkérem Rétvári Bence urat, községünk parlamenti képviselőjét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárát, hogy tartsa meg megemlékező beszédét. Tisztelt polgármester asszony, polgármester hölgyek, polgármester urak, főtiszteletű és főtisztelendő atyák, tisztelt hölgyeim és uraim! Elnézésüket kérem, megemlékezésre jövök, megemlékezésre megyek, ezért is ez a kicsit in medias res érkezésem, de nagyon fontosnak tartom minden évben ezt a megemlékezést, ezért örülök, hogy önökkel együtt lehetek egy nem szokott helyszínen, de egy nagyon fontos időpontjában a magyar megemlékezés sorozatnak történnek. Nem tudom, hányan tudják önök közül, bízom benne, hogy elég sokan, hogy az elmúlt évben Magyarország a ninivei fennsíkon, egy olyan részen, ahol korábban az iszlám állam előrenyomulása miatt egész területek néptelenedtek el, mert jöttek az iszlám áram terroristái, és mindenkit elüldöztek, megöltek, bizonyos részeken pedig el is menekültek, még mielőtt odaértek volna. Most ezen a területen mi magyarok is egy települést teljes mértékben újjáépítettünk. Ennek a településnek neve Telszkof. Pontosabban ez volt a neve 2 évvel ezelőtt, amikor az iszlám állam miatt 1300 család elmenekült onnan. Ma már átnevezték a településüket az ottaniak, az ott élő kurd keresztények. Most már az a neve, hogy Telszkof Magyarország leánya. Tehát 99 évet Trianon után egy kis területbővülés történt Magyarország esetében. Nos, ahogy mondtam is, hogy jött előre az iszlám állam, elmenekült innen mindenki, és a mi segítségünket tettük újra lakhatóvá ezt a települést. Visszatértek a családok, az 1300 családból 1000 család visszatért az eredeti falujába, az eredeti lakóhelyére. Azért mondom el ezt a történetet, mert példa lehet nekünk az a pillanat, az a nap, amikor visszatudtak menni a saját szülőföldjükre, több évnyi hontalan lét után. Hiszen nagyon szimbolikus, hogy hova mentek vissza először, miután a reménytelenségből visszamehettek a saját településükre. Sokan gondolják azt, hogy nyilván visszamentek abba a házba, amiben laktak korábban, megnézték, felgyújtották, nem gyújtották föl, kirabolták, nem rabolták, helyreállították, nem állították helyre, van-e konyha, gyerekeknek van-e gyerekszoba, van-e ágy nem. De nem a saját házukba mentek először. Itt vagyunk egy templomban, gondolhatjuk, hogy visszamentek a templomba. Hiszen valóban az én szobám falán is kín van egy kép, amikor 12
újszülöttet keresztelnek meg abban a templomban, amit előtte meggyalázott az iszlám állam, és megpróbálta teljesen megszentségteleníteni, de a hit diadalmaskodott, és azokat a katolikus gyermekeket ott nem sokkal később tucat számra, szerencsére egy tucatnyi gyermeket meg is kereszteltek. De még csak nem is a templomba mentek, hogy közösen hálát adjanak a Jóistennek, hogy visszatérhettek a szülőföldjükre, és hogy életben vannak mindnyájan. És nem is valamilyen hivatalba mentek el, nem is a főtérre mentek el, hanem ezek az emberek, akik tényleg a lét és nem lét határán voltak előtte hosszú ideig, először a temetőbe mentek el. Mert az iszlám államnak a terroristái is először a temetőbe mentek el. Ők azért, hogy szétverjék a sírokat, szétverjék a kereszteket, és eltüntessék a nyomát annak, hogy ott valaha is keresztények éltek. És amikor visszatértek a keresztények, akkor összeszedtek ki a szüleinek, a nagyszüleinek a széttört sírdarabjait, a széttört kereszteket, újra összerakták, összeragasztották, fölállították, imádkoztak, és volt, aki ott is aludt kint a temetőben, az ősei sírja mellett. Mert azt mondták nekünk magyaroknak, egy kicsit furcsákodva néztük, hogy miért ezt teszik, hogy a terroristák, az iszlám államnak a katonái a múltjukat akarták elvenni. El akarták törölni annak az utolsó jelét is, hogy ezen a földön 2000 évig keresztények laktak. Úgy gondolták, hogy ha elfoglalták a várost, a települést, akkor át fogják írni a történelmét is, és ki fogják törölni belőle, hogy valaha is keresztények éltek ott. Márpedig az ő mai kereszténységüknek az igazi alapja, amitől erőt merítettek, amivel visszatértek oda a pusztítás, a teljes pusztítás után, és a magyarok segítsége és renoválása után, az pontosan az őseiknek a keresztény hite volt. És nekik először a múltjukat kell újra átélniük, a múltjuk után kell megtalálják a jelenüket ebben a folyamatos történelmi periódusban, és utána, hogyha ezt helyreállították, a 2000 évet is, meg a gyökereiket is, akkor indulhat a normál élet, elmehetnek a házukba, elkezdhetnek főzni, a gyerekeket iskolába járatni, és a többi, és a többi. Példaértékű ez szerintem számunkra is, akik biztonságban élünk itt, háborúság nélkül élünk most már 70 éve, akik anyagilag is viszonylagos biztonságban vagyunk, és évről évre gyarapszunk, azok az emberek, akik a teljes lét-nem lét határán voltak, azok mutatnak nekünk példát, hogy nincs jövőnk a múltra való emlékezésünk nélkül. Nincs jövője egy olyan közösségnek, amely az őseire, a történelmére, a hitére nem emlékezik vissza. Hiszen azok, akik a legnagyobb veszélyben vannak, hiszen a közel-keleti keresztények vannak keresztények közül az egyik legnagyobb veszélyben, Észak-Afrikában és más országban, de akik tényleg a frontvonalban voltak, azok úgy tudnak túlélni, hogyha ezt a gyökerüket minél fontosabbnak tartják. Egyrészt maguk nem adják fel az identitásukat, a hitüket, a kultúrájukat, másrésztről pedig a múltjuk adja az erejüket. Ezért emlékezünk mi is itt vissza Zebegényben, a Nemzeti Összetartozás napja környékén arra, hogy mi történt a 20. század elején, mi történt 99 évvel ezelőtt. Mert a mi múltunk adja az erőnket, anélkül egyetlen nemzetnek sincs jövője. Aki elhagyja a templomait, elhagyja a keresztjeit, elhagyja a nyelvét, a kultúráját, annak nincs jövője, nincs kultúraközi kultúra, nincs multikultúra és kultúra, ez egy szép kifejezés, egy politikailag korrekt kifejezés, egy eufemizmus arra, amikor az egyik kultúra elhagyja a saját gyökereit, elfelejti azt, hogy ő ki volt, és ezáltal átadja a helyét valaki másnak, aki egy másik identitást tart fontosnak. Ezért emlékezünk erre vissza, és azért is, mert bármilyen viszontagság történhetett az elmúlt 1100 évben a Kárpát-medencében, mi magyarok továbbra is a Kárpát-medence legerősebb nemzete vagyunk. A domináns nemzet a Kárpát-medencében törökök, tatárok, Habsburgok, szovjetek és Trianon ellenére a magyarság, a magyar nemzet és a magyar kultúra. Ha visszagondolunk a több mint 100 évvel ezelőtti történésekre, hogy miért keveredett Magyarország olyan helyzetbe, hogy elveszítette földjeinek, területének, lakosságának jó részét, javarészét, akkor azt láthatjuk a világháború kirobbanásakor, hogy birodalmi törekvéseknek lettünk az áldozatai és legnagyobb kárvallottjai. Hiszen nem szabad nemzetek ugrottak egymásnak az első világháború elején, hanem különböző európai és Európán kívüli gyarmatbirodalmi törekvések voltak azok,
amelyek odafajultak, hogy utána kellett egy puskaporos hordó, kellett egy szikra, amitől lángra kapott egész Európa. De nem azért, mert az egyik nemzetnek, mondjuk a magyar nemzetnek bármiféle konkrét nagy problémája lett volna a szerb nemzettel, az akkor nem is létező lengyeleknek, bárkivel. Lengyelek léteztek, de az ország ugye nem létezett akkor. Előtte három részre darabolták őket is. Vagy sorolhatnám az olaszokat, spanyolokat, franciákat, angolokat. Nem nemzet a nemzettel ugrott egymásnak ebben a testvérháborúban, hanem birodalom építő törekvések. Nagy-nagy birodalmak, országhatárokon túlnyúló birodalmak akartak még nagyobb befolyást szerezni. Nekünk tehát a béke záloga az a nemzetek szabadsága és a nemzetek megerősödése, és a nemzetek, nem nemzetben, hanem birodalmakban gondolkozó birodalmi központoknak a kisebb súlya az európai politikában, és a nemzetek súlyának az emelkedése. De azért is visszaemlékezünk a 100 évvel ezelőtti történelemre, hiszen ahogy pont itt hallottam magam, hogy kőbe lett vésve az a 11 hős, mert én nem áldozatnak nevezném őket, hanem hősöknek, akik a hazájukért, Magyarországért is, a magyarságért is, Zebegényért is az életüket áldozták. És nincs annál nagyobb áldozat, mint ha valaki az életét adja a hazáért, éppen ezért ő utána, amíg a haza fennáll, számíthat a haza figyelmére, tiszteletére, és arra, hogy mindig emlékezni fogunk rájuk. Aki az életét a hazáért áldozta, az a haza kegyeletére mindörökké számíthat. Ez a hősiesség óriási példa, és hát rengeteg hősünk van az első világháborúból, 771 ezer hősi, pontosabban 660 ezer hősi halottunk van, és 732 ezer eltűnt, és 723 ezer hadirokkant személy. Óriási, óriási szám. Az első világháborúban meghalt magyar hősi halottaknak, katonáknak a száma az annyi, mint ma Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr teljes lakossága. Ennyi honfitársunk veszett oda az első világháborúban. Egy olyan háborúban, amit nem a magyar nemzet robbantott ki, nem a magyar nemzet akart belelépni, hanem birodalmak harcában kerültünk be ezek közé, a malomkövek közé. És ezen öt településünk mai lakosságának teljes lakossága veszett oda. Gondolják el, hogy a 4 év alatt ezek a települések, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged és Győr teljes mértékben kiürülne. Minden ház, minden lakás üres lenne, minden utca üres lenne, senki sem járna ott. Sohasem nyílt neki egy bolt sem. Ennyi honfitársunk veszett el az első világháborúban. De példák ők számunkra, hogy emberek ilyen hőstettet végre tudtak hajtani, kiállni a nemzetért és akár az életüket is áldozni a hazáért. Nekünk sokkal kisebb áldozatokat kell hozni a hétköznapjainkban. Ezeknek az embereknek a példájából erőt meríthetünk. És az elmúlt 100 évből is erőt meríthetünk. Mert a magyarok élni akarása az, hogy a saját teljesítményünkkel, a saját kitartásunkkal, a nemzetünk összetartozásával, a kultúránk értékelésével olyan művészeti, kulturális, ipari, technológiai teljesítménynek a nyújtásával, amit mi magyarok tettünk, továbbra is a magyarság ennek a nemzetgyilkossági kísérletnek az ellenére a legdominánsabb nemzet itt a Kárpát-medencében. 100 éve arra törekedtek, hogy úgy megcsonkítsák Magyarországot, úgy működésképtelenül tegyék, önök mind ismerik a vasutak elvételével, gyárak elvételével, erdők elvételével, ipari kapacitás elvételével, hogy összeroppanjon. Megtiltották, hogy Magyarországon jelentős hadsereg legyen, sorkatonaság, és a többi, és a többi. Mindennel arra törekedtek, hogy itt a magyarságot egy végkép lefelé menő és az eltűnésbe vezető útra állítsák. És ennek ellenére ez nem sikerült. Mert mi magyarok jelen pillanatban egy bővülő nemzet vagyunk, ami a európai, világpolitikai súlyunkat, vagy a gazdaságunkat jelenti. Egy erősödő ország, ma Magyarország, közel 100 évvel a trianoni békediktátum után. És ennek az alapja nyilván belül van a lelkekben, az emberi gondolkodásban. Hogy mi büszkék vagyunk-e a magyarságunkra, mi büszkék vagyunk-e a szüleink, nagyszüleink teljesítményre, amit itt a Kárpát-medencében létrehoztak. És ez fontosabb, mint a GDP. Mert nemzeti büszkeségből lesz GDP. GDP emelkedésből is lesz, csak nehezebben nemzeti öntudat. Pláne, hogyha egyesek a nemzeti kishitűségre építik a saját politikai filozófiájukat is, mint ma is sajnos vannak ilyen politikai csoportok.
Arra akarok kiukadni, hogy 99 évvel ezelőtt voltak győztes tagállamok, de közülük páran ma kulturálisan, nemzeti identitásban rosszabb állapotban vannak, mint az a Magyarország, amelyel szemben olyan békediktátumot fogalmaztak meg, amely kapcsán sokan lehet, hogy azt gondolták, hogy ennek a nemzetnek vége. De mégis ma 2019-ben ennek a nemzetnek erősödik a kultúrája, erősödik az összetartása, erősödik a súlya. Azért mégis a kettős állampolgárság révén, bár csökkenő népességszámmal számolhatunk sajnos még manapság is, de a kettős állampolgárság révén a nemzet közjogi közösségében egymillióval többen vagyunk, mint 800 esztendővel ezelőtt, mert a határon magyarok most már jogilag is, közjogilag is a magyarság része. Nem csak kulturálisan, hogy mindig is gondoltuk. Nem csak emberi, baráti, rokoni kapcsolatok révén, hogy mindig is gondoltuk, hanem közjogi értelemben is. És ma már egységes Kárpát-medencé felsőoktatási térben, oktatási térben, kulturális térben, sőt gazdasági térben is gondolkozunk. Hiába követték el ezt Magyarországgal szemben 99 évvel ezelőtt, mi most egy erősebb, homogénebb, emelkedőbb kultúrájú nemzet vagyunk, mint sok 100 évvel ezelőtt hadi értelemben vett győztes nemzet. Az, hogy ők hogyan alakítják a saját jövőjüket, az ő dolguk, de nekünk viszont őriznünk kell azt, hogy Magyarország emelkedő pályán van, és egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy mennyire büszkék lehetünk a magyarságunkra. Még egy párhuzamot engedjenek meg. Ugye a békediktátum egyik fontos vonala volt az osztrák-magyar monarchiának a szétverése. És azért, amiért mi belekeveredtünk a világháborúba, mint arra már ma is utaltam, nyilván annak az egyik oka az volt, hogy nem magunk hoztuk meg a döntésünket, hanem a monarchiában a fejünk fölött döntöttek erről. Viszont azt láthatjuk, hogy Közép-Európa népei, a visegrádi négyek, viszont nem fölülről oktorojáltan egy dinasztikus érdeke nyomán, hanem a saját közép-európai jól felfogott érdekünk nyomán, az egyenlőség elve alapján, a közös értékek és a közös érdek alapján viszont ugyanúgy összefognak. És a visegrádi négyeknek az együttműködése gazdasági és politikai értelemben már képez egy ugyanakkora középhatalmi súlyt, mint bő 100 évvel ezelőtt az osztrák-magyar monarchia. Csak nem fölülről, nem erőszakkal, nem egy dinasztia uralkodása és elnyomása alatt, hanem szabad nemzetek, érték alapú, a nemzeti identitást, a nemzeti kultúrát, a kereszténységet fontosnak tartó, és a migrációt egyúttal elutasító, közös értékválasztású politikai nyomán egy egyre szélesedő kulturális, gazdasági és más együttműködést is hoz magával. És ennek lassan, de biztosan van akkora középhatalmi súlya, mint amekkora az osztrák-magyar monarchiának volt. Talán önök is látták az európai parlamenti választások utáni első informális tanácsülésen, ahol a következő 5 év legfontosabb irányait tisztázták, a V4-ek először egymással egyeztették az álláspontjukat, és utána mentünk a 28, majd később ugye 27 tagállamnak a plénum elé. Úgyhogy véget ért a 100 év magány. Véget ért az, hogy mi magyarok 100 éve mindig azt éreztük, hogy a szomszédos országok néha folytogató gyűrűjében egyfajta vesztes szerepre kárhoztatva, mi mindenhol csak mások akaratát hajthatjuk végre, és mások szavait visszhangozhatjuk. Mi már a saját szavainkat mondjuk, és a saját nemzeti érdekünkért állunk ki. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés, ami tényleg kialakult Közép-Európában, ennek a 100 év nagyon magányos időszaknak végképp véget szab, és Magyarország pedig a szabad országok fejlődésének az útjára lép, hiszen mióta nem az IMF, meg a Világbank és hasonló, hát nem éppen nemzetállamokban, hanem pénzügyi, globális birodalmakban gondolkozó szervezetek mondják meg Magyarország gazdaságpolitikáját, azóta 800 000-rel több ember dolgozik, azóta Magyarországon nő a legnagyobb mértékben 5,3%-kal a nemzeti össztermék az Európai Uniós országok közül, és azóta egy év alatt akár 12%-kal is nőhet az embereknek a keresete. És minden mellett nem kell még sorolnom azt, hogy mennyi lelki része is van annak, ami az elmúlt években történt, amely valóban büszkébbé tett mindnyájunkat. Egy évvel ezelőtt is így zártam a beszédemet, és most is így szeretném zárni a beszédemet. 100 évvel ezelőtt nem csak a trianoni békediktátum szövegében, hanem az egyik megállapodásokban is, amit az egyes körülöttünk levő tagállamok is kötöttek, akkor elsősorban győztes hatalomként kinyilvánítva az akaratukat, garantálták a határán túli magyaroknak a jogaikat. Garantálták a szabad nyelvhasználatot,
sok esetben akár a szabad magyar iskolaválasztást is az ottani többségi nemzet vagy többségi nemzet költségvetéséből is. Olyan jogaik vannak a határon túli magyar közösségeknek, olyan jogokat garantáltak pontosabban 100 évvel ezelőtt a határon túli magyar közösségeknek, amelyeknek egy része mind a mai napig is még beváltásra vár. Mi nem követelünk soha többet, nem követelünk soha mást a határon túli magyaroknak, mint amit 100 évvel ezelőtt szerződésekben megígértek, és más nemzetek vagy más nemzetiségek az elmúlt 100 esztendőben meg is kaptak. Mi igazságot kérünk a magyaroknak, igazságot kérünk, hogy azokat a szerződéseket, azokat a garanciákat, a vállásokat, közösségi nyelvhasználat, közösségi kultúra, közösségi oktatás, vallásgyakorlás terén, és akár ugye Erdély esetében vállalták azt, hogy ennek egy területi vetülete is van, és területi rész önigazgatás is kialakulhasson, ezt ma autonómiának neveznénk. Nos, ezeket is, amelyet 100 évvel ezelőtt a szerződésben garantáltak, ezeket a szerződéseket váltsák valóra, és minden részén a Kárpát-medencének a magyarok ezeket a jogokat élvezhessék, amelyeket nem csak a vízoni pontokban a szabad nemzetek önrendelkezése kapcsán vetettek föl, hanem írásban is foglaltak, szerződésekben is foglaltak. Éppen ezért ennek a szimbolikájaként is, ahogy önöknek is elmondtam egy évvel ezelőtt, mind a 64 vármegye földjét elkezdtük közösen gyűjteni, itt a Dunakanyari Védegylettel közösen. Itt Zebegényben szeretnénk ezeket összehozni, összekeverni, hogy legyen mindenkinek lehetősége arra, hogy a 64 vármegye magyar anyaföldjét tartalmazó dísztárgyakat kitegye otthon, mint egy jelképezve is a nemzeti összetartozást a mi mai 2019-es vagy 2020-as módunkon, mindenképpen szimbolikusan is, de jelezve a nemzetegységét. Úgyhogy én csak annyit kérek, mint amennyit egy évvel ezelőtt is, és talán jövőre is, igazságot a magyaroknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt egybegyűltek! A következőkben Csuka Tamás nyugalmazott református tábori püspök, Detre János evangélikus lelkész és Gáspár István községünk plébánosa tart ökumenikus istentiszteletet. Kedves egybegyűltek, kedves barátaim, testvéreim, egyetlen igéhez fűzném a mondani valómat. Ez egy ószövetségi ige a Királyok első könyvéből. Így hangzik ez az ige: Isten őrizzen meg attól, hogy neked eladjam az én atyáimtól való örökséget. Ezt a történetet úgy ismerjük a Bibliából, hogy Nábót vagy Nábót szőlőjének a története. Arról van itt szó, hogy egy Istentől elidegenedett király, Akháb király, egy még nála is rosszabb feleséggel, Jézábellel rémuralmat valósítanak meg Isten népe életében. Jézábel a tíruszi királynak a leánya, aki magával hozza az idegen isteneket, a pogány istenségeket, üldözi, sőt megöli az Isten prófétáit, és tudjuk a Bibliából, hogy Isten gyűlöli mindig a keveredést. Ugyanabban az időben valószínűleg nem ismerték ezeket a kifejezéseket, hiszen ez egy közel 3000 esztendős történet, hogy pluralizmus vagy tolerancia, de próbálták ezt megvalósítani Isten népe életében. Jézábelt, ezt a nőt egyenesen átkozottnak nevezi a Biblia, olyannyira, hogy még az új szövetségben is előkerül az ő neve. Jézus Krisztus, amikor levelet írt a tiatírai gyülekezetnek, akkor Jézábelt, mint egy abszolút negatív példát említi. Azt mondhatnám, hogy amit Illés próféta mond Akhábnak és feleségének, hogy te vagy, ti vagytok az Isten népének a megrontói. Egy szóval egy szörnyetek házaspárról van szó, a mai politikai valóságban is ismerünk ilyen szörnyetek házaspárt. Jézábel aztán tetézi a maga bűneit azzal, hogy amikor ez a király Akháb, ki egyfajta diktátor is volt,
megkívánja ennek a nábótnak a szőlős kertjét. És becsületére legyen mondva, megfelelő árat kínál érte. Sőt, azt mondja, hogy kész vagyok egy jobb szőlőt adni neked, egy nagyobb szőlőt, sőt, több pénzt is adok, mint amit a szőlő ér, de Nábót ragaszkodik az ő szőlőjéhez, akár pedig szomorú lesz, a fal felé fordul, nem eszik, nem iszik. Ha lehet egyetlen pozitív tulajdonságát mondani Jézábelnek, akkor észreveszi a férje szomorúságát, és megkérdezi, hogy miért vagy ilyen elkeseredett, depressziós. És akkor Akháb elmondja, hogy azért, mert szerettem volna ezt a földet megszerezni, de nem adja el Nábót. És Jézábel intézkedik, összehivatja a bíróságot, hamis tanúkat állít, felségsértéssel megvádolják Nábótot, és a végén megkövezik, megölik, és elfoglalják az ő szőlőjét. Van persze folytatás is, de nem erről akarok szólni. Illés oda megy, és elmondja, hogy Akháb háza ki lesz írtva, Jézábel vérét pedig az ebek nyalják fel. Valóban ez történik, ahogy Isten megítéli ezeknek az embereknek a bűnét. De itt számomra egyetlen kérdés, hogy vajon miért nem engedi Nábót a szőlőjét elidegeníteni? Pedig jó pénzt kapna érte. Megfelelő cseretelket kapna érte. Azért, mert Nábót, noha fél a királytól, meg még jobban fél a királynétól, Jézábeltől, de ragaszkodik az Isten törvényéhez. Amikor Isten népe megérkezik az ígéret földjére, megtörténik a honfoglalás, akkor felosztják ezt a földet, a szent földet a törzsek között, azután a családok között, és a feltétel az, hogy ezt az Istentől kapott földet senki nem adhatja el, nem ruházhatja át, nem zálogosíthatja el. Tehát tudja azt Nábót, hogy az életével játszik, ha ellent mond ennek a diktátornak, de vállalja ezt, mert ő sokkal inkább az Isten parancsához, rendeléséhez ragaszkodik. Nos, hadd mondjam, hogy mi is kaptunk az Istentől egy csodálatos birtokot. Ezt a birtokot úgy hívják, hogy Kárpát-medence. Vagy talán nem pontos ez a megfogalmazás, hogy birtokot kaptunk, mert azt mondja a Biblia, hogy az Úré a föld és annak teljessége, de használati jogot kaptunk erre a Kárpát-medencére. Méghozzá olyan csodálatos, hogy nem tudom szebben elmondani, ahogy 1846. decemberében Petőfi Sándor a Magyar Nemzet című versében írja, ha a föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta. Nábót imádsága, amikor ezt a föld, az ő földjét, szőlős kertjét meg akarják venni, hogy Isten őrizzen meg attól, hogy én eladjam az atyáimtól, sőt az atyától, az Istentől örökölt földet. Nos, a mi imádságunk is hadd legyen ez, hogy Isten tartsa meg, őrizze meg, és adja meg azt, hogy legyenek mindig ilyen istenfélő emberek, istenfélő vezetőink, akik nem engednek a csábításnak, akik nem engednek még a brüsszeli nyomásnak sem, hanem ragaszkodnak, és ragaszkodjunk ehhez a földhöz. Sőt, nem csak ragaszkodnunk kell, hanem lehet gazdagítani. Amikor a papköltő a Bakonyba járt, akkor látott egy furcsa ruhába öltözött embert, ki valamit dolgozott kint a szabad természetbe, és amikor megkérdezte tőle, hogy atyám fia, mit csinál itt, akkor a válasz így hangzik, hogy vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen ez a föld. Hát ez lenne a mi dolgunk, vadócba, ebbe az elvadult világba és ebbe az elvadult Európába rózsát oltani.
tisztességet, becsületet, hazaszeretetet képviselni, hogy a Biblia szavaival teremjük mi a megtéréshez, az Istenhez való térésnek a jó gyümölcseit, vagy szép virágait, hogy gazdagíthassuk a nemzetet, hogy még szebb legyen ez a Kárpát-medence, hova Isten helyezett bennünket. És én kívánom, hogy legyen ez mindennapi imádságunk, amit Nábót így mond. Isten őrizzen meg attól, bármekkora is a csábítás, bármit is ígérnek, egyesült európai nemzeteket, egyenlő bért, egyenlő nyugdíjat, sok mindent mondanak. Isten őrizzen meg attól, hogy mi odaadjuk, vagy eladjuk az atyáinktól való örökségünket, földünket. Isten segítsen minket ebben. Így legyen. Amen. Az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő nevének legyen hálaadás és dicséret, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a negyedik részből. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Ünneplő egybe gyűltek. A példabeszéd bölcsessége szerint, ha apróra töröd is a bolondot a mozsárban, mozsár törővel, akkor sem megy ki belőle a bolondság. Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki. Pál apostolnak a második korintusi levele az úgynevezett könnyhullatással írott levél, amely Pál apostolnak a személyes megbántottságát is magában hordozza, és valahol, amikor emlékszünk, visszagondolunk a trianoni tragédiára, akkor mi is ilyen könnyhullató emberek vagyunk. Lehet, hogy nem kifelé könnyezünk, de befelé mindannyian sírunk. Pál apostol hitvallást mond. Szorongatnak, azaz kínoznak, gyötörnek, gáncsolnak, de nem tudnak ellehetetleníteni. Üldözöttek vagyunk, de nem tudnak beszorítani, nem dezertálunk. Letipornak, lejjebb tesznek, leértékelnek, lekicsinyelnek és legyintenek, de nem tudnak elpusztítani. Trianonnal egy démoni sötét korszak kezdődött, ami immáron egy évszázada nyomaszt. A rendszerváltások történelmi szikrái sem tudták az embereket kibillenteni ebből. Számomra ebből az következik, hogy nem kezeli ezt a sebet az idő, a tolerancia, a politikai akarat, a józanész belátása, a különféle megmondóknak ilyen-olyan bölcselkedése, hanem egyedül a hitünk fogja elhozni azt a megoldást, ami nem gyógyítja be a sebet, de mégis megerősít bennünket. Jézus Krisztus a testélet ige, és pünkösd a Szentlélekkel történő betöltekezés. Pál apostol az élő példa, akinek nem csak a damaszkuszi útját kellene emlegetnünk, emlékszem arra az időre, amikor nagyon forgalmas volt a damaszkuszi út. Most már jó lenne tovább lépni. És megérkezni oda, ahová megérkezett az apostol, hogy mit jelent a Krisztusban élet. A Krisztusban megerősödés. A Krisztusban el nem csüggedés. Amikor a belső emberünk megújul napról napra. Mert olyan időket élünk, amikor az értékeinket, az eredményeinket csak akkor fogjuk tudni becsülni, ha a belső emberünk is megerősödik. Hitünkben, reménységünkben, Krisztusban épülünk fel.
Pál apostol Krisztusban élte át a élete kiszabadulását, felszabadulását, a végső megoldást. Adja Isten, hogy így tudjon tovább épülni nemzetünk. Amikor nem csak ünnepeljük Krisztust, és nem csak oda tesszük a keresztény jelzőt különböző közösségek és dolgok elé, hanem valóban Krisztusban tudunk élni, és azt tudjuk megvalósítani, ami Krisztusban is megvolt. És Pál apostollal együtt boldogan tudjuk mondani, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Így nem csak sebeink vannak, hanem ezeket a sebeket méltósággal viseljük, hordozzuk, de nem csüggedünk, mert a belső emberünk napról napra megújul. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves vendégeink, nem beszéltünk össze, de úgy gondolom, nagyon szorosan egymásra épülnek most az elhangzott gondolatok. Szent Máté evangéliumából szeretnék egy részletet felolvasni. Jézus példabeszéde tanítványaihoz. Mindaz, aki hallgatja szavamat és szerintük cselekszik, az az okos emberhez hasonlít, aki házát szikláról építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekézdudult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Krisztusra épülő élet, nemzetünk élete. Újra és újra vissza kell térni ehhez a sziklához, újra és újra ő rá kell építeni az életünket. Kezdjük magunkon, saját magam életét, családom életét, és ilyen módon a nemzet élete is Krisztusra lesz alapozva. Pünkösdre készülünk, hogy hallottuk, de ugyanakkor még húsvét napjait éljük. Látjuk, hogy a feltámadt Krisztuson ott vannak a sebek. Sebekkel együtt támad fel. De ezek a sebek, ezek ragyognak. És úgy gondolom, hogy mi, akik hordozzuk Trianonnak a sebeit, hogy át kell, hogy ragyogjon ezeken a sebeken a feltámadásnak a fénye. Valahányszor személyes tapasztalatot engedjenek meg nekem, valahányszor átlépem a magyar határt, nem kéne átlépnem a határt, de át kell lépnem. Így volt ez az elmúlt napokban is Erdélyben, illetve a Felvidéken. Számomra ez a seb újra és újra felszakad. Én valószínűleg már így fogok meghalni. Tehát, hogy ez a seb újra és újra felszakad, valahányszor átlépem itt a határt, de akkor, amikor megszorítom annak a magyar testvéremnek, a határon túló élő testvéremnek a kezét, megkóstolom borát vagy pálinkáját, akkor ezek a sebek átragyognak. És azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy ezek a sebek újra és újra bár feltépődnek, talán minden egyes határ átlépéssel, de újra és újra átragyogja rajtuk a feltámadás fénye. És ez a találkozás, ami ebbe segített bennünket. Adja Isten, hogy ez mindannyiunk számára minél gyakrabban megismétlődhessen. Kedves vendégeink, megemlékezésünk ezzel véget ért, a helyszínváltozása miatt az ilyenkor szokásos koszorúzás elmarad. Meghívott vendégeink érkezéskor helyezték el a tisztelet és emlékezés virágait itt, a Nemzeti Lobogó előtt. Az Ebegényi Község önkormányzat nevében köszönetet mondok minden résztvevőnek. Köszönjük az iskolások, a cserkészek és az önkéntesek közreműködését, kedves vendégeinknek pedig a megjelenést, az emlékezést. Végezetül kérem, énekeljük el a székely himnuszt.